Sokszor már találkoztunk. Sajnos a koncepciót, amit fogom nektek most másfél óra alatt mutatni, nagyon nem változott. Ami egyrészt szomorú, mert az jelenti, hogy lassan már 8 éve próbáljunk valamit bevezetni, ami nagyon nehezen elindul. Másrészt boldog vagyok, hogy még mindig tudjunk erről beszélgetni, mert az jelenti, hogy van még hope never dies. Kettő ilyen gondolatom itt összeírtam közben. Az egyik a professzor úr előadásról vissza szeretem tekinteni. Én szándékosan felkértem Tamás, hogy kezdje, hogy legyen kicsit ilyen sokkoló az első óra. Nem csak nektek, de nekünk is. És ilyen pár konklúzió van, amit szeretem nektek mondani. Az egyik az, hogy nagyon remélem, hogy legalább alapok megértettünk. Nektek ezek a nagyon fontos a fizikális képességek, metabolikus szakaszok nagyon boncolni nem kell. Viszont tudnátok kell, az mit jelenti, mert amikor jönnek az erőnléti jelzők, és teljesen szabad kezet kapnak, és kezdenek a ti munkát befolyásolni sajnos negatívan, akkor a végleges vélemény rólatok lesz. És nem az lesz, hogy az erőnléti edző elcseszte, csak az lesz, hogy a vezető edző bukott. És nagyon sokszor az van, hogy az edző váltás nem úgy történik, hogy a vele jön a stáb. Amit én soha nem fogom megérteni, mert ha hárman dolgozunk, és hárman ugyanez a filozófiát képviseljünk, akkor hárman buktunk. A másik dolog az, ami nagyon ijesztő. Most volt már, srácok említettek többször, volt nekünk ilyen egyhetes gyakorlati tábor, ahol voltak ezek az erőnléti edzők, akik nincsen végzettsége, alapvégzettsége. Nem valami bonyolult végzettsége, egyetemi a MSC diploma. És ezek az edzők, erőnléti edzők, akik ott szerepeltek, 19-ből bátran tudok mondani, 16-on nem értettek volna ez a reggeli előadás. És ez már nagyon rossz. Szóval, ha ők nem tudják, mit jelenti a laktácit zona, akkor ez egy nagy dráma. És utána jönnek olyan tervek, amit Áron említette, hogy egy kiemelt akadémiából jött egy erőnléti edző, aki felkészülési 3 hetes időszakban a laktát terhelés kiemelte, amit kosárlabdában szinten alig létezik. Szóval, ha már nagyon itt beszéljünk egy metabolikus szakaszokról, nem fogjátok találkozni európai szinten olyan kosárlabda játékos, aki mérkőzésen egy 6-7-es millimol T-sav szintje fogja elérni. Viszont az edzés, amit kolléga tervezte, akár 12-14 millimol érintette, régi pirámis rendszer, amikor össze-vissza futottunk, csak ebből nem nagyon tudtunk profitálni. És a másik megdöbentő dolog, amikor megkérdeztünk ez a 25 éves kolléga, hogy miért így gondolja, és miért nem akarja tovább tanulni, akkor azt mondta, azért, mert TFN hülyek tanítanak. Szomorú, de ez a kép. És ezt próbáljunk változtatni, mert amit most láttunk, amit most itt mutattunk, és fogom is mutatni, ez egy valódi kép. Ez nem valami elképzelt dolog, ez egy valódi kép. A másik dolog, ami nagyon ilyen jellemző, 2013, azt hiszem, az első továbbképzésen Hotel Siesta Sopronban voltunk. Alig voltak 70-80 edző, és több mint 2 órát többet kellett maradnunk, mert annyi kérdés volt. És akkor a Zsejko Dokicsal 2 órát vitatkoztunk, hogy a szögdelés jó vagy nem. Ami elképesztő nagy megtisztelés, hogy ilyen ember kérdezi a véleményem. Viszont most, amikor ide bejöttem, akkor a fontos kérdés az volt, hogy lehet egyszerre 3-szor aláírni. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy baj, óriási TAO hátránya, és ez is kell változtatnunk.
Ma ez ilyen kicsit vidámos kezdés. Én nem megyek bele kosárlabdában. Ez a ti szakma, és ti jobban tudjátok. Viszont mi nem tudjunk kikerülni a fizikális képességfejlesztés, amikor a sportág specifikus dolgokról beszéljünk. Ez egy elég friss kutatás. Üdvözlöm Saidot az Iránból. Elképesztő okos szerzők, akik mindenki most citálja. Szóval ez egy világszínvonalú munka. Pontosan a téma az talent identification, ami nekünk szerintem óriási probléma. 190 tehetséges fiúk mértünk múlt évben, háromszor. Ez nem amit ti csináljátok a klubnál, ez amit mi csináltunk a Fehérvári központban. És bátran mondhatom, hogy ez a 190 tehetséges kategória gyerekből 170 egyáltalán nem tehetséges. Fizikálisan. A 170 vagy 190-ből 20, vagy ebből maradék 20-ból 10 tehetséges, 10, akit lehet meg visszahozni megfelelő szintre. 190-ből 20. Ez a fizikális tehetség, ez az jelenti, hogy amikor játszunk egy egál meccs, amikor jutottunk erre a szintre, hogy mindjárt következő lépés és Magyarországban vagyunk, akkor jön egy olyan pofon, amikor 38. percnál meg fogjunk veszíteni ez a mérkőzés. Sokszor nem taktikai miatt, sokszor nem technikai miatt, sokszor fizikális elmaradások miatt. Mert amikor mi már elfáradtunk, nem tudunk hozni döntést, rossz döntést hozunk, az ellenfél ez a döntés sokkal hatékonyabb tud hozni, és megnyeri. Amit Aaron azt mondta, hogy kevésben hiszik, hogy egy fizikális elmaradás befolyásolja az eredmények, én túloldalon vagyok. Én azt gondolom, hogy itt 9 éves megfigyelés után, mert ennyi időt már dolgozunk szövetségi szinten, én azt gondolom, hogy a fizikális elmaradás nem engedi, hogy meg tudjunk használni kosárlabdatudást. Szóval az, hogy mi meg tudjunk kosárlabdából nyerni, nekünk kell egy megfelelő fizikális szint. Ezek a felmérések, amit mindjárt fogom mutatni, ezt fognak bizonyítani. Viszont ebből a rendszerben, hogy visszatérek, az első helyen itt fogjátok látni azt, hogy ez a erőnléti, physical motor features, szóval itt a fizikális, motorikus képességek, a szerzők az első helyen kiemeltek. Ezen kell indulni. Ez nem az jelenti, hogy a erőnléti edző szerepe fontosabb, mint kosárlabda edző. Ez katasztrofális, amit most folyik, hogy a úgy nevezem őket celeb erőnléti edzők Instagramon, Facebookon jelnek. Ez nem jó. Az erőnléti edző háttérben dolgozik, szolgálja a vezető edző. Viszont ha ez a két ember nem tud összhangon dolgozni, nem tudjuk együtt dolgozni, akkor ez az eredmény soha nem fog jönni. És megint az lesz, amit a továbbképzésen zajlott, amikor megkérdeztünk az erőnléti edzők, mit csinál a klubnál, amit szoktunk. Amit az jelenti, hogy teljesen külön zajlik erőnlét, teljesen külön zajlik kosárlabda. Azt mondja a vezető edző, neked van egy óra, csinálj bemelegítés valamit, de a kosárlabda edzésen én fogom mondani, mit csinálok. Nem. Együtt kell megbeszélnünk az erőnléti munkáról, és utána elosztani a feladatok. Mennyire komplex és mennyire fontos ez az egész folyamat, ez ebből a diában lehet látni, ahol az egyik oldalon, ez a coaching oldalon elképesztő fontos kompetenciák vannak. Egyszerűen ezt nem is tudom elképzelni, hogy egy ember képes mai világon ezt végig csinálni, azért vannak a stábok. Én mai napig emlékszem, amikor a női Euroliga csapattal mentünk Isztambulba, és sikerült ilyen hátulúton megnézni, mit csinál Obradovics a fiú csapattal, akkor ez a kép láttam, ahol a pályán volt 6 edző, segítője, és az Obradovicsok asztalon ölt, és egyszer felrobbant, és kiabált, és utána megint leült. És 6 kosárlabda edző folyamatosan dolgozott csapata. Szóval ezek a elképesztő nagy szerepek nem lehet egyszerű egyedül csinálni. Erre von Tao, hogy jól el tudom képzelni. A mi oldalunk, vagy lenne? A mi oldalunk, amit úgy nevezünk, hogy ez a tudomány, amit mi meg tudjunk bevonni a munkába, szóval nem ilyen teljes elméleti dolgok, amit a
professzorok nyakkendővel asztal mögött csinálnak, amit nem lehet egyszerűen teljesíteni a pályán, ezek mi már ott hagytunk, mi beszéljünk ebből a gyakorlati részből, amit a pályán meg lehet valósítani. Látjátok, mennyi sok elem van, amit ez a kép össze fogja hozni. Analitikus szerepektől kezdve, biomechanikai tudás, illettáni metabolikus háttér, pszichológiai táplálkozás. Szóval megint egy stábról beszéljünk, aki ez a tehetséges gyerekek hosszú évek keresztül felkészíti a magas szintig. Én mindig azt gondoltam, hogy utánpótlás képzésnek az a célja, hogy a felnőtt embereknek szerepelnek válogatott szinten, vagy legalább olyan klubnak játszanak, ahol sok pénzt tudnak szerezni, és vissza tudnak fizetni az edzőnek a tizenvalahány éves munkára. Lengyelországban, ahonnan én jövök, ez olyan rendszer működik, ahol a edző, aki kinevelte egy játékos, aki válogatott szintre, felnőtt válogatott szintre jutott, kopja elég sok pénzt. Ez egy ilyen motivációs rendszer, ahol nem csak az utánpótlás serdülő junior bajnokság a lényege az, hány ember tudtunk nevelni. És ez a rendszer szerintem nagyon hatékonyan működik, de erről is kicsit később. És végül is kis fizika, a Lorenz. Az a baj, hogy nekünk nem kell világot váltani. Nekünk egy minimális lépések kell tenni, és ezek a kicsi lépések tizenvalahány év múlva fognak adni az eredmények. Amit most zajlik Magyarországon, ez egy nem is evolúció, ez egy ilyen beteg revolúció. Szóval nem az van, hogy megvizsgáltunk, hol vannak a gyenge pontok. Nem az van, hogy megmértünk, hol vannak az elmaradások. Mi össze-vissza hoztunk minden, ami csak a YouTube-on létezik, összevásároltunk Michael Ball könyvek, higgyetek vagy nem, de Amerikában senki nem veszi komolyan Michael Ballt. Már évek óta kiemelte ezzük, akik dolgoznak az olimpiai szinten, azt mondják, ez egy businessman, üzletember. Ha akarunk egy funkcionális edzésről beszélgetni, nagyon szívesen, Gray Cook, 20 év ezelőtti Reebok közötti pályázatból jött a funkcionális tréning. Michael Ball, üzlet. De mi ez a Michael Ballt úgy hiszünk, mint a Jézus jönne, és adná nekünk a megoldások. Megnéztünk valami másik oldal. Csináljunk ezt, mert nagyon jó. LeBron James gumiszalagon dolgozik, csak gumiszalag. LeBron James Velsa Kleinberen, veszem Velsa Kleinberen. Volt ilyen vita egyik klubnál, hogy nem engedtünk beszerezni három Velsa Kleinberen gépek. Klub kérdezte, miért nem, mert LeBron James használja. Hát kicsit rossz fiú voltam, mert az válaszoltam, hogy megszerződik a LeBron James-et, akkor veheti. Pici lépések, minimális változások, hosszú távon elképesztő eredmények tudnak adni. Egy példát tudom nektek mondani, lengyel úszás, beléptem 4 év ezelőtt, pici lépésekből lettek óriási lépések, négy fiatal versenyzők, aki akarta abba hagyni az úszás, megy olimpiára. Semmi csoda nem tettünk, csak változtattunk azt, amit kellett változtatni. Ezt mutatta Áron, csak nem tudta, honnan volt. Ez a Farkasinski Gabi szakdolgozata. 4 éve, vagy 5 éves időszakban összesítette ezek az eredmények, amit mi folyamatosan 9 év keresztül mérünk minden válogatott tábornál. És ami nagyon döbbentő ebből a képen az, hogy megnézzünk 4 fontos paraméter, amit egy felugrásból, vertikális felugrásból gyorsan ki tudjunk szűrni. A testsúly, a felugrás magasság, ez egy olyan paraméter, olyan érték, ami nagyon jól definiálja a játékos dinamikája és koordináció. A gyorsaság, súlypont emelkedés sebessége, ami egy dinamikája mellett tökéletesen mutatja a idegrendszer hatékonysága, idegrendszer működése, és relatív a teljesítmény, amit azt mutatja, hogy erőnléti szempontból, erő, robbanékonyság erő szempontból milyen állapotban van a játékos. Itt ülnek a lányok, már látom, szemüveges szoktam lenni, de látom pár arc, aki biztos többször ugrott. Szóval rólátok is lehet mutatni ilyen eredmények. Mi a döbbentő?
16 éves korosztály, 18 éves korosztály, 20-os korosztály. Bármelyik paraméter megnézem, ez a kevesebben látványos, pedig legfontosabb, és akkor Gábor, amikor csinált ez a diá, nem figyelte az arányokra. Elképesztő, ami zajlik 18 és 20 között. Egyszerűen szétesnek ezek az eredmények. Mi a magyarázat? A magyarázat az, hogy 18 és 20 éves között totál elfelejtettünk, totál cserbe hagytunk az erőnléti felkészítés. Több példát tudok mutatni olyan játékosokról, akik évek keresztül neveztünk tehetségesek, akik 3-4 év óta nem fejlődnek. Akik 16 évesen azt mondunk, Euroliga játékos lesz belőle, most műtétben tartja a magat 20 évesen, vagy 22 évesen. Egyszerűen teljesen elcsesztünk ezek a generációk. Ez a kép hasonló eredmények mutat, ez egy U16-os női válogatott tavaly szezon. Most várunk a júliusi felkészülés, az Andival már megbeszéltünk, folytassunk a munkát. Itt látjátok azt, hogy a TAO időszakig, lehet, hogy deportálnak engem ezek után, kivágjunk, TAO időszakig tökéletesen fejlődött a magyar kosárlabda. Volt ilyen gyenge korosztály, amit mindenki azt mondta, ez a korosztály kuka, ebben vannak NBA-ben a játékosok. Ez a gyenge korosztály, ez Geri, az tied volt szerintem. Majdnem a elődöntő. Erről is tudjunk beszélgetni. Ez a gyenge korosztály egy fejet főjebb volt, mint a mostani korosztályok. Szóval itt látjátok, 2017 óta itt van ilyen rollercoaster lefele. És ezek is mondják nekünk, amikor látják ezek az eredmények, hogy igen, mi ezt látjunk. Igen, ti látjátok, de mi az reakció? Miért kell folyamatosan veszekedni, hogy egy tehetséges játékos játszik évente 90 mérkőzés? Ebből a 90 mérkőzésből van 50, ahol megveri az ellenfelet 45 ponttal. 32 percen van a pályán. Mikor ez? Mikor fogja fejlődni? Mikor fogja fejleszteni agility? Mikor fogja fejleszteni erő? Nem fogja, mert edző azt mondja, figyelj, nekem van 3 meccs, nincs ideje kondizni. Akkor mikor akarsz kondizni? Neked kell junior király lenni, vagy te szeretnél felnőtt lenni? Ha nem fogod most dolgozni 3 éve keresztül, ez nem fogod tudni potolni. Vagy olyan szinten fogod tudni potolni, ami teljesen fogja levágni a koordináció, rugalmasság, és leszel erős. Robbanékony, de serülékeny. Ezek tények. Ha már MKS mérésről beszélünk, akkor nem akarom mindenről minden eredmény mutatni, elég a húzózkodás. Legfontosabb szegmens, ami lezárja a biomechanikai lánc. Ha akarom gyorsan elindulni, ha akarom egy hatékonyan változtatni az irány, ha szeretném felugrani és szedni több lepattanó, nekem húzózkodni kell. Ez egy alapgyakorlat. Én megkérdeztem olyan játékosok, olyan edzők, akik 20 év ezelőtt voltak toppon, milyen volt az alapgyakorlat, húzózkodás, lábemelés, bordásfálon legalább, felülés, ferdepádon, 20 kilós tárcsával. Na most ezek a gyakorlatok beteszem a mostani rendszerben, akkor nekem sok munkám lesz, csak nem erőnléti teremben, a fizioterápiai teremben. Ez egy katasztrofális kép, és nem a gyerek, a hibás. Nem tudnak húzózkodni. Olyan játékosok, akik 16 év, 18 évesen, ez a hat ismétlés, az egy kézzel kell csinálni. Mint a Cliffhanger, a Stallone a filmben. Katasztrofa. És nem tudjunk kondizni, mert 3 meccs van. Medicinlabdadobás ugyanez. Folyamatosan egy kollégával veszekszünk, mert a medicinlabdadobás közben azonnal jönnek a derekfájdalmak a gyerekeknek. Hátrafele medicinlabdadobással fáj a dereka. Mit keres ez a gyerek teremben? Másik klubnál hívnak, hogy 3 gyereknek kéz eltört, amikor hátrafele futott titesztet. Ez nem parasport. Hova jutottunk?
Ez egy katasztrofális kép. Higgyetek, hogy ez nagyon szomorú. Power rendszer? Nem bizony. Példák, hogy van egy másik megoldás, másik gondolkozás, másik szisztema. Direkt hoztam lengyelek, mert ezt első kézből tudom, ezek az információk. Ez egy U16-os korosztály kezdte, aki U20-os korosztályon volt A-divíziós toppon. Ebből voltak négyen, akik a 8. helyen végeztek világbajnokságon. Szóval ezek a játékosok nagyon sikeresen jutottak az egész utánpótlás keresztül felnőttig, és most játszanak Spanyolországban, Olaszországban, és viszik a primet a felnőtt válogatottnál. Mi a döbbentő ebből a programból? Az egész munka, makrociklus éves munkából közel 60% az erőnlét. Ha megyek most hozzátok, bármelyik akadémia, bármelyik klubhoz, és megmondom nektek, összes idő, amit töltsünk hetente, 60% az enyém. Hát ki fogjátok röhögni? Senki nem fogja velem dolgozni. De ők ezt vállaltak. 4 év keresztül. Képességfejlesztés. Itt látjátok a számok. Összes edzés, mennyi volt a képességfejlesztés, mennyi volt a kosarlabda. Mennyi a kosarlabda az egyéni képzés, mennyi a csoportok munka. Mikor volt taktikai edzés? 45 mérkőzésen. A litvánok megdurvább dolgok csinálták, mert ők egyáltalán nem használták taktikai elemek edzésen. Ezek csináltak meccsen. Játszottak évente 70-80 mérkőzés, ez a taktikai edzés. Többi edzés, egyéni képzés, erőnléti alapok alapján, akkor nem az van, hogy 20 másodperc dolgozom, amikor nekem aeróbáló képesség kell fejlesztenem. De amikor kreatinfoszfát, alaktácit zónából kell dolgoznom 14 másodpercig, akkor nem futok 3x8-os. Vagy nem futok 1 percet, mert itt szoktam. Vagy nem játszok 3-3 lábda vezetés nélkül, mert így láttam egy szerb konferenciát. Ezek irreális dolgok, de ezek léteznek. És nekünk, visszatérve a Tamás professzor úrhoz, meg kell újra vizsgálnunk, mit akarjunk csinálni. Kérdezte tőlem az egyik vezető ember Magyar Kosarlabda Szövetségen, mi a véleményem az állóképességről. Én megmondom neki nagyon gyorsan. Az, hogy a magyar játékosok, hogy magyar csapatok tudnak egy magas szinten szerepelni, 11 játékos legalább rotációs szükséges, 22-24 perces maximumot időt töltött a pályán, elképesztő anaerob alapú folyamatos letámadás, védekezés munka, és csak tudjunk mérkőzni, megverni az Izlandot, hogy dobjunk 66 pont, és kikapjunk 64. Viszont 40 perc keresztül rotációval, metabolikus alapján, intervallum, edzés, felkészítés keresztül ledaráljunk az ellenfél. Fizikálisan, de ha én erős vagyok, akkor sokkal erős, sokkal könnyebb, sokkal egyszerűbb felkészíteni mentálisan. Úgy fogom menni, mint a pitbull. 11 pitbull a pályán, 12. is bevonjuk. Viszont ha mi bajnokságban játszunk, egy hot játékossal 38 perc, hogy akarjunk utána ez magvalósítani a válogatott szinten? Itt ülnek a válogatott edzők. És bologodjátok, hogy igazán van. Csak a Gerire nézem. Ezek alap dolgok. Vannak magas játékosok Magyarországon? Nincsenek. Vannak olyan játékosok? Voltak. Vannak olyan játékosok, akik fizikálisan 18 évesen A-divíziós szinten tudnak szerepelni? Nem tudnak. 18 évesen nem tudjátok potolni azt, ami 14-15-16 évesen kellett csinálni. Akkor olyan megoldást kell találni, keresni, ami reális, és meg lehet valósítani. Anaerob állóképesség munka keresztül bármikor bárki tudjátok fejleszteni. Nem kell nagyon jól dobni borra jobbra, mert ha erős és gyors, megoldja a problémát. A erőnléti edzőknek mindig ezt szoktunk mutatni, szép színek, és azt szoktunk nekik mondani, ha már elcsesztetek az első szakasz, akkor utána már nagyon-nagyon nehéz lesz visszaszerezni a képességet. De a legfontosabb inkább ez a 12-16 éves intervallum, ahol legtöbb és legérdemes munkát tudjunk végezni.
12-14 éves, ez egy ilyen felkészítés szakasz, 14-16, és utána 16-18-os szakasz, ez az erőnléti dominancia. Ha megnézzünk bármelyik ország, aki jobb nálunk, akkor ők pontosan tudják, hogy ha ebből a szakaszban tudjunk hatékonyan dolgozni, utána 20 évesen felett, úgy lesz, mint ezek az amerikai játékosok, akik Magyarországról jönnek, minden este McDonald's, edzésen nem nagyon akarnak dolgozni minek, maximum kondiból 140 kilóval guggolnak, de akkor is megverik minket probléma nélkül. Miért? Mert amikor mi játszottunk, taktikáztunk 2,5 órá, ők fizikálisan dolgoztak. Én mindig kérdeztem ezek az amerikai lányok, akik nálunk voltak Sopronban, mit csináltak az egyetemen, akkor azt mondta nekem Bria Hartley, hogy neki volt 5 óra edzés kosalabdá, de volt egy program, másfél óra kondi, és azt mondta neki, ez nem érdekel, meg kell csinálnod. Tök mindegy, mikor. Ez részben negatív szelekció, amit az Oroszországból jött, 60 évesek, aki túlieli, akkor világbajnok lesz, aki nem éli túl, akkor lehet, hogy jó edző lesz. Mert tudni fogja, mi a nem jó, de aki túlieli, az sajnos minket megveri. És ezek a szakaszok, ezek az időszakok, ezek a gyerekek nyomnak heti 3 meccs. Sokszor úgy játszanak a meccs, péntek, szombat, vasárnap. Szombat 2, vasárnap 1. Hétfőn pihenő nap. Milyen pihenő napról beszéljünk, amikor megy iskolába? 8 óra iskolából mit pihent a gyerek? Semmit. Neki nem a fizikális pihenés csak szükséges, sokkal fontosabb 14 évesen a fej. Nem lehet ezt megcsinálni. Akkor miért nem csináljunk azt, hogy 3 mérkőzés mellett minden más edzés egyéni, fizikális. És akkor nem lenne probléma. De én nem kapom mellette több időt, mert azt mondja ez, hogy csütörtökön másfél óra kell taktikáznom, majd 3 meccsen a hétvégén. Akkor megyünk horgászni. Több értelme van. Ezek a szenzibilis időszakok, ezek a szenzibilis zónák nem lehet potolni. Ha nem csináltam megfelelő ablakban ezek a képességek, amit most tudok megcsinálni, utána nem fogom félődni. Van egy kedvenc játékosom, egy szerb válogatott játékos, aki Sopronban játszott. Nevet nem mondom, de göndörhajú. Nagyon-nagyon ügyes, nagyon-nagyon jó ember, nagyon jó játékos. Fizikálisan ő volt mindig az utolsó csapatban. Elképesztő okorát, elképesztő lelki erő, elképesztő tudás, pályaellátás, bocsánat, fizikálisan utolsó. Mitől tudta fejlődni? Megmondtunk neki felmérések alapján, hogy ne keres, ne erőltes, ezek a dolgok, amit nem fogod tudni most potolni. Ezt kellett volna csinálni 4 év ezelőtt. Szeretnél gyorsabb lenni a pályán? Szeretnél 4-ből 3-osba menni? Csak technikai képzés keresztül tudod ezt elérni. A mozgásgyorsaság nem fogod változtatni erőnléti edzésen. A mozgásgyorsaságod labdával csak fogod tudni változtatni, ha egy okos edző egyéni képzésen fogja vele dolgozni. Akkor ne veszítsünk az idő, egyéni szinten osztjunk le a munkát. Erőnléti dolgozunk, amennyire szükséges a két mérkőzés hetentere, többi egyéni munka, gyorsaságfejlesztés, labdával technikát. A másik játékos, aki elképesztő fizikális maradása volt, de 15 évesen tudtunk meg fizikálisan fejleszteni. Szóval egyéni gondolkozás alapján sokkal könnyebb dolgozni. Viszont mi a probléma? Nagyon sokszor a probléma, hogy ezek a korosztályoknál dolgoznak 23 éves kollégáim, akik megcsinálnak 1 hetes, 2 hetes, 3 hetes kurzusok. Kurzusok, ahol olyan emberek oktatnak, akik fogalma sincs, mit jelenti sportág specifikus erőnlét. Kurzusok, ahol a lényege az, hogy eszközök eladjunk meg, amerikai rendszerek, és ezek az emberek, bocsánat, hogy így mondom, tudás nélkül mennek a legszenzibilis gyerekekhez. És mi látom az ezésen? Nem azt látom, hogy javítsunk a mozgásokat. Nem azt látom, hogy bemelegítésnál, kitörésnál folyamatosan szólom, vigyázz a lábot, ne tegyél, ne engedj befelé a térdet, tegyél a csipőt.
egyenes a törzs. Nem. Beraknak a dibányzat, vagy minibányzat térden, és bohozkodnak a pályán. Beraknak a gumiszalag, futkároznak a gyerekek. Mert ők nem értik, hogy kell jutni ehhez a szintre, hol egy gumiszalag nem lesz a hátrán. Nem értik, miért egy amerikai játékos bemelegítésben használja a minibányz. Ők azt gondolják, hogy ez a módszer tökéletes. Ez a módszer tökéletes, ha te 160 kiló legugolsz. Akkor 160 kiló guggolás után edző nem fogja téged tönkretenni gumiszalagot. De ha te nem tudsz egy 20 kilóval megfelelő guggolást csinálni, a gumiszalagon tönkretesznek téged. 13 éves gyerekek sorban jönnek hozzám keresztszalag szakadás után. És mindenki kérdezze, mit csináltál? Jártam egyéni képzésre, mutass a videót. Mit látszik a videón? Orba, szajba, gumiszalag, bosú, stb. Ez nem véletlen, ez nem eszköz ellen, ez egy módszer ellen. Leginkább edző ellen, aki nem érti, mit csinálja. Oké? Okay. Talent identification, tehetséges gyerekek, mit kell velünk csinálni? Beszélgettünk a futásokról. Áron azt mondta, sokat futottunk, most kevesebben futunk. Igen, mert mi nem tudjunk futni. Bemegyünk atletika pályá augusztusban felkészülésre, felveszünk videóval, hogy futnak a 15-16 éves fiúk, lányok, megmutatunk atléta edzőnek, azt mondja, te figyelj, ez nem futás. Nem tudnak futni, mit keresnek a pályán? Akkor nem azért próbáljunk csökkenteni ez a klasszikus állóképesség munka futópályán, mert ellene vagyunk, csak ez a futás a rekordtánon nyáron, ez úgy kéne elszámolni, hogy egy lépés négyszeres, ötszörös testsúly. Ha van egy 80 kilós játékos, ez egy több tonna egy edzésen. Ha nem tud technikailag futni, akkor két hónap múlva lesz porclevalás, vagy talpsérülés, plantar fasciitis, achilles fájdalom. Először kell tanítani kell őket futni, utána lehet menni állóképesség fejleszteni. Szóval ezek a feladatok, ezek a mozgások nekünk fel kell készíteni. De az, hogy értsünk meg, mit csináljunk, tudni kell legalább biomechanika. Mi a különbség a kinetikai, meg kinematikai lánc? Ha bármelyik erőnléti edzőt megkérdezem, mondd nekem, mi a különbség, kinetikai, kinematikai lánc? Fogalma sincs. Az nem ugyanez? Nem. Ezek jönnek utána, amikor gyakorlatok csinálnak. Mondom, melyik gyakorlat csinálsz? Nyílt volt kinematikai lánc? Van különbség? Mondom, óriási. Ha te nyílt kinematikai lánc gyakorlat csinálsz, és azt mondod nekem, hogy ez robbanékonyságfejlesztés, akkor ez sárgalap. Mert az jelenti, hogy nem értesz, mit jelenti a robbanékonyság. Ez nem nektek, ez erőnléti edzőknek. Csak nektek tudni kell, mert ti fogjátok velünk dolgozni, és amikor a meccsen nem plusz 20, a mínusz 20-ban vagytok, akkor nem kell tükörben nézni, hogy taktikát elcsesztetek. Nem, erőnléti edző elcsesztem, mert nem készítette fel a csapatot. Milyen speciális képességek vannak? Amit mutatta Ádi, ha veszünk csak a labda vezetés, és az Illinois teszten van 3 másodperc kettő között, akkor nem, akkor ez milyen feladat? Vagy ez a gyerek mit csinál a labdából? Azt mondta Áron mínusz 40 pont Izland ellen. Ott labdáig nem jutottunk. Nem az volt probléma, hogy ezek jobban voltak okorát. Persze, okorát vagy a lelki erő azért nem volt, mert előző 3 meccsen is volt egy cumi. Bocsánat, volt egy veszteség. De a probléma az volt, hogy nem jutottunk labdáig. Ezek a srácok, akik magyar bajnokságban dobnak 40 pont, 55 rádobással, nem jutottak labdáig. Meg kijött egy izlandi medve, aki 95 kilóval gyorsabb volt, mint nálunk mezőnyjátékos. Vagy ez az osztrák center, aki úgy nézett ki, mint én, csak plusz 15 centi, és a mi irányítóból elvette a labda fél pályán. Mert ők mit csinálnak? Ők nem jó technikailag, nem extra képességű játékos, nem extra kosárlabda sportág specifikus játékosok, akkor nyomnak egy fizikum. Ausztrál válogatott. Van 3 extra képességű kombo, és van 9 favago. De ha blokkot adnak, akkor Rudy Fernández 3 méteren esik le. És ha nem csoltak volna a bírók, akkor döntő játszottak volna. Az utolsó 2 büntető gászolnak, az nem volt helyes. Szóval nekünk folyamatosan kell figyelni erre is,
ha fizikális képességek fejleszteni kezdjünk, akkor nekünk tudni kell, hova kell jutni. Tegnap az egész továbbképzés, az aeronéti továbbképzés keresztül erre vitatkoztunk, hogy lejjebb a súlypont, vagy följebb a súlypont. És egy srác mai napig nem tudjuk meggyőzni, hogyha legugol 75 fokig, alacsony van a súlypont, a kosárlabda pályán ebből soha nem fogja tudni előny szerezni. Ha magasan tartja a súlypont, erős a hátsó lánc, és meg tudja folyamatosan kontrollálni előre-hátra mozgás, Luka Doncic, ha mindenki erről beszél, akkor én is csatlakozom, akkor ez a játékos hatékony lesz. De ha nem erre fogjunk képezni erőnléti érzésen, akkor ez az egész munka egymás mellett jön. Nincsen összhang. És a legdurvább azt, amit Aaron részben már mutattál, hogy az egész a metabolikus terhelés alapján, ha levágjunk ez a torta, ez az egész mérkőzés torta, nekünk igazándiból 11,5% idő van, amikor meg tudjunk nyerni a mérkőzést. Többi, majdnem 90% idő, ez nem fogja dönteni. 11%-on belül tudjunk szerezni egy erőnléti, fizikális előny. Meg tudjunk verni egy-egy helyzetben, meg tudjunk jönni pick and rollból egyenesen, nem mint a hajó körbe. Meg tudjunk egy blokkból egy lépésen szerezni az előny. Meg tudjunk időben, nem magasabban, időben gyorsabban felugrani, szerezni a labdát. Én mindig hozom ez a példa, a Kuttor Enikő, aki 25 cm ugrott fel, aki évek keresztül egy junior bajnokságon, de sokszor is a felnőtt időszakban volt a legjobb lepattanozó. 25 cm ugrott fel, amikor a kiemelt játékosok ugrottak 40 felet. De neki olyan érzékenye volt, meg olyan gyorsan ment fel, hogy meg tudta szerezni ezek a labdák. Szóval nem mindig a felugrás magassága lényege, ezt objektivizálni kell, optimalizálni kell. Nekem nem kell ugrani 60 cm. Szuper, hogy Terminátor vagyok, és extra fizikális a pályán. Én felugrom, csak a másik mocinok már labda a kezemben van. Mert ő sokkal jobban helyezkedett, sokkal jobban jelezte, mikor kell ez a 25 centit plusz tenni. Az én 60-70 centim nem volt jó. Kiugrom. Sprintek, ezek fognak dönteni, hogy mikor tudjunk szerezni az előny, és mennyire hatékonyan meg tudjunk verni az ellenfél. Durva 105 eset van egy extrém esetében, 18 a minimum. De amit nagyon fontos, itt nézünk a elit, magas, a színvonalú férfiak, igazándiból megint egy 100 méteren belül fogjuk dönteni a meccs. Szóval nekem 100 méteren belül olyan hatékony kell lennem, hogy meg tudom többször ellenfelet megverni, és szerezni a pontok. A különböző korosztályon ez változik, nyilván a alacsonyabb vagy a fiatalabb korosztályok nagyobb az esély, ahol kevésbé meg tudjunk, hogy mondjam, ezek a genetikai, most jól szó keresem, különbségek figyelembe venni, akkor nyilván a lányoknál ez nem annyira éles a helyzet, mint a fiúknál. De a fiúknál 90-100 méteren belül el fog menni a mérkőzés. Összesen ez egy 6% egész mérkőzésből, és ami legfontosabb, nem több, mint 10 méter, de leginkább 3-4-5 méter. Akkor nekünk erre kell képezni a játékosok, hogy ők 5 méteren belül elérik egy szubmaximális sebesség lábdával, sokszor ellenféle. Azt, amit Ádi mutatta a kis bolyakkal, ahol nem csak a futó technikával dolgozunk, nem csak egy fürgésség, háromdimenziós ellátást fogjunk képezni, de nekünk most 3-4 méteren kell elérni maximális sebesség. Mi kell hozzá, hogy 3-4 méteren én egy szubmaximális sebességen tudok közlekedni? Erő. Ez egy alap. Ha nincsen erő, akkor nincsen indulás. Erő után jön erőfelfutás meredeksége, RFD, Rate of Force Development, vagy a Rate of Tension Development, mert TFM másképpen tanítják. És a harmadik, erőrobbanékonyság. Test, pozíció,
a feladattól függ, a erőrobbanékony sakkban is különböző zónákban dolgozunk. Ebben is rengeteg hiba van, mindjárt megmutatom. Hiába 20 méteren leszek leggyorsabb. Nekem 3-4 méteren kell leggyorsabban lenni. Újon gyakorlatok kell csinálnom, ami ez a 3-4 méteren segíti elérni maximális sebesség. Lehet, hogy van egy magyar játékos focista, aki, bocsánat, labdarúgó, aki 20 méteren megveri a Messit, de 4 méteren egyik se. A felgyorsulás a lényege. Nektek nincs 20 méter, hogy elérjünk a maximális sebesség. 3-4 méteren ezt kell csinálnom. Azért jön egy McDonald'sból egy amerikai játékos, veri minket. Cipőt se köti be, és akkor is gyorsabb. Mert ő egész életre dolgozott. Fizikálisan, izom keresztmetszet, izom hipertrofia, gyorsaság, ideg-izom kapcsolat, leghatékonyabb feldolgozott rendszer. És ha McDonald's minden napon eszik, iszik és nem edz, akkor is jobb lesz. Ha nem lesz plusz 20 kg hízva. A talent identification visszatérve, ezek a tehetséges gyerekekhez visszajössünk, legalább 5 különböző területen nekünk kell dolgozni. Szóval ezek a szenzibilis időszakok, amit mutattam, úgy kéne összehangolni, hogy különböző 5 területen kell lefednünk. Agility, amit az Ádám itt tökéletesen nekünk mutatta, ebből is rengeteg variáció van, például, amit nem is nagyon beszélgetünk, reakcióidő. Ami megint egy olyan limitált képesség, amit igazándiból 8-9 éves korig tökéletesen tudjunk fejleszteni, de utána már nagyon nehéz. Egyensúly. Erről egy különös pár perc fogom tenni, mert botrány, ami van itt a erőnléti területen. Ebből is van proprioceptív képesség, ami teljesen más célok szolgálja, és teljesen más funkciók szolgálja, mint a egyensúlyos koordináció. Össze-vissza keverjünk mindkettő. És az a durvá, hogy 7 év ezelőtt a kézilabda szövetség tartott egy konferencia, 7 év ezelőtt azt mondtam, hogy a bosszú toggú ezek az egyensúly instabil talajon végzett gyakorlatok, több keresztszalag okoznak, mintha semmi nem csináltunk volna. És ez sajnos történt. Most jön a statisztika, Lengyelországban kollégáim dolgoztak egy olyan cikk, ahol bizonyították. Ezek a játékosok, akik túl használják instabil talaj, 70%, szóval 30% több keresztszalag szokodás van. Miért? Mert destabilizálják jól működő proprioceptorok. A propriocepció és egyensúly, ez egy totál más világ. Ez megint nem nektek kell tudni metodikát, de nektek kell tudni, hogy ez nem jó, amikor felkészülés alatt minden napon 30 perc bosú. Akkor ti fogjátok menni az erőnlétihez, és azt mondani, finish. Ez ne csinálj. Mert utána nem ott edzésen történik a baleset, ez a gyerek, aki 45 percet reggel bohockodott bosún, jön hozzám délután, bemelegítésnál az ígyszer, már kész. Nem én vagyok a hibás, te vagy a hibás, aki reggel ezt elcseszte. És ez sajnos gyógytornászok is nyomják, mert ők se értik, mi a lényege. Állóképesség. Professzor úr tökéletesen megmondta, mit kell csinálni. Kapillarizáció, szívműködés, keringés. Szenzibilis időszakban különösen foglalkozunk aerob állóképességre. Tudjunk, hogy kosalabdában mindig fogja dominálni rövid, kreatin, foszfát, energiaforrás, energiazóna. Akkor tudjunk, hogy nálunk az laktácid, glikolízis teljesítmény szinten nem szükséges. Nem fogjátok soha mérni mérkőzésen 6-7 millimolnál több laktát vagy tésav szintje. Lehet ehhez a szintig jutni, lehet úgy tervezni a terhelés, hogy ez a szint fogjunk elérni, de amikor látom a játékosok piramis edzésen, atletika pályán, egy 100-tól másfél kilométerig menni vissza, akkor tudom, hogy ebből nem lesz semmi. Mert teljesen el fognak, veszíteni ez a gyorsaság, ez a kreatin-foszfát zónát, adottságát, mert túl terhelik a gyerekek, túl terhelik a játékosok
újonzónában, amit kosárlabdában nem létezik. Ez régebben volt, amikor játékosoknak sokkal más volt a játék stílusa, játék metabolikus alapja. Viszont az, hogy mi kreatin-foszfát zónával tudjunk dolgozni, és folyamatos regenerációt számítani, ez egy különböző módszertáni kihívás. Mert hiába 20 perces futóedzésen ezen foglalkozom, a kosárlabda edzésen 45-1 perces folyamatosan fogjátok terhelni a gyerekek, akkor megint egymás mellett dolgozunk. Emlékszem az egyik kollégán, egyik edző, amikor csináltunk egy ilyen program, ahol azt írtunk, hogy fussál 12 másodperc, pihenj 48 másodperc, szóval egy percen belül dolgozol 12 többi idő pihensz, azt mondta nekem, hogy az első edzésen teljesen összezavarodta maga, elveszítette a fonál, mikor kezdte foglalkozni ezek a szakaszokkal. És azt mondja, nem lehet megcsinálni. Mondom, nyugi, vegyél polár, mondja a gyerekeknek, mikor kell kezdeni, mikor kell indulni, gondolkozz előtt, hány játékosnak, hogy kéne csoportosítani a játékosok, hogy harmadik lefut, akkor az az elsőnek már pontosan annyi volt a pihenőidő, és csinálj 2-3 ilyen próbálkozást. 2 hét múlva visszahívott, mondja, basszus, sikerült. És úgy megyünk, mint a vonat. Igen, mert végre elérte azt, ami ezek a gyerekeknek szükséges. Anaerob állóképesség. És mikor fogod érezni a különbség? 38. percnál. Én nagyon szeretném mindig ezt mutatni, ez egy látványos kép, kicsit visszatérve, amit Adi is beszélt, hogy sikerül beindítani, akkor jó lesz. Dupla monitoron vagyok. Opa. Aha. A szövetségi kapitány úr kiröhögte, azt mondja, ez nem volt tervezve. De ez volt tervezve. Imre Ajtony, én, erre dolgoztunk. Az egyik játékos, ismerjünk, Debi. A U20-os, B-divíziós EB előtt, te is voltál, Beti, nem? Előtte volt egy ilyen 3-4 hetes időszak, amikor azt beszéltünk, hogy amikor dobja hármasok a Debi, és kezdi elfaradni, akkor brutálisan lapos van a dobás. És el is számoltunk mozgáselemzés kamerával, speciális programmal, mekkora ezek a, vagy milyenek ezek a különbségek, amik befolyásolnak a dobás. A konklúzió az volt, és ebből a képen fogjátok látni, hogy milyen pulzuson vagy milyen pulzus szükséges, na megint elveszítettem a kurzor, itt vagyok. Milyen intenzitáson, bocsánat, kell tartanunk az edzés, vagy melyik zónában kell operálnunk, hogy ez a dobó parabola, ez a dobó technikája legyen hatékony. Klasszikus dobó edzés, 150 pulzus, dobogép, 100 dobás. 185 pulzusnál 30 fokos a dobás parabola. 165-ös, 70-es. Egész 3 hete erre dolgoztunk, az IT-val egyeztetve, hogy 3-4 dobás sorozatban 190 pulzuson végrehajtja. Ez tényleg szándékosan volt, senki nem hiszi el Debi se, ha megkérdezitek, az biztos nem volt ilyen. Volt. Vannak bizonyítékok. Erre dolgoztunk, hogy ne dobja 10-15-20 sorozatból, dobja 3-szor, de minden dobásnál 190 közel a púzus. És ezzel mindig bohockodjuk. Pajan voltál, Beti? Nem? Igen? Látsz magad? Utolsó, 37 másodperc végig, közel 190 pulzus, és a... Nem akar indulni? Visszalépek, bocsánat. Noemi, te is ott voltál, nem? Nem te ott el neki a labda? Na bocsánat, nem akar menni, valami internetes probléma. Mindegy. Ez erre bizonyíték,
hogy... Bocsánat, csak próbálok visszakeresni. Hogy ha elképzelünk valamit, van háttérben biomechanika, élettán, akkor meg lehet valósítani. Nekem van egy olyan úszó, aki 12 éve nem hiszi el, hogy erőnléti érzésből meg tudja nyerni 50 méter vegyes. Vagy, bocsánat, gyorsúszás. 35 kilométer volt egy heti terhelés. Ennyi úszott 12 éve keresztül. Múlt éven 34-ből úszik 17. Fele. Azt mondták neki úszóedzők, felejtsd el. Helyette brutálisan kondizik, úszó. 190 kg guggolások, húzaszkodás, 50 kg plusz tárcsák, alig fér be egy ilyen övkeret speciálisan csinálni, oldalon tudjunk rakni tárcsák. 50 kg-val húzaszkodik, 10 ismétlés, brutális erő. Olimpiai súlyemelés végig, szakítások, felhúzások, 60-80-90 kg-val. És ebből a brutális, nem normális erőnléti érzésből, és 17 kilométer fele sokkal hatékonyabb, megfelelő zónában végzett úszásból elmegy olimpiáról, és van nagy esélye, hogy dobogos lesz. Miért? Mert felmértünk, értekeltünk, és azt mondunk, működni fog. Miért? Mert tettünk rá számok, tettünk rá bizonyítékok. Folyamatosan teszteltünk, és ezek a folyamatos tesztelések alapján ez működik. Ha fogom tesztelni, értekelni, kosárlabda játékos, és mondom edzőnek, mit kell változtatni, hogy ez a játékos legyen hatékonyabb, és ő ezt nem csinálja, akkor én ezt nem értem. Meg ezek a értékek összehasonlítsunk a spanyolokkal, szerbekkel, lengyelek, japánok, és ott működik. Akkor miért nem működik itt? Erő. Ebből nem tudjunk kilépni. Ebből a területről egyszerűen van egy pokol. Az egyik oldal ne tilos erőjelzést csinálni, mert ettől elveszíti a koordináció, finom koordináció, ettől elveszíti a rugalmasság, ettől minden rossz lesz. Karl Malone, 18 év NBA-ben, nem tudom, 10 meccset kihagyott 18 év alatt, leginkább Lakersben, amikor már öreg volt, 24 feletti atlag, 240 fekvenyomás, és megyünk tovább. És pár ilyen példát lehet hozni. Akár Mourning, akár Olajuwon, akár régi emberek. De mostani is elég keményen dolgoznak. Ebből az erőfejlesztési problémával legnagyobb problémák vannak. Túloldal, crossfit, hasonló mokusok, akik personal coach, szuper ilyen specialist, ilyen végzés egy hetes kurzus után ott csodaember, akik teljesen össze-vissza terhelik a gyerekek. Fogalmunk sincs, hova kell jutni, fogalmunk sincs, mi a sportág specifikus erőnléti edzés, és orba szajban csinálnak velünk olyan dolgok, amit tényleg tönkre teszik őket. És megértem a vezető edző, aki azt mondja, figyelj, itt volt egy ilyen srác, egy éve csináltunk crossfit, fél csapat kuka. Persze. Akkor miért engedte el egy olyan srác, aki crossfit csinál? Crossfit, ez egy módszer. Kitaláltak amerikai rendőrök egy olyan rendszer, ami egy lényege van. Ki kell merülni. Meg kell holni. Ez egy kiképzés, nem fejlesztés. Crossfit edzésen nem fejlesztünk, crossfit edzésen megholunk. Ha valaki ezt igényeli, akkor hajrá, valaki bungee-ban ugrik, vagy a ernyővel, stb. Magas adrenalin szükséges, csináljunk. De crossfit importálni bármelyik sportágban, ez egy brutális hülyeség. Jól néz ki, nagyon fancy, nagyon divatos. Mindenkit tönkre fognak tenni. A durván esetek, rhabdomyolizis problémák, amikor gyerek fél éve ki kell válni sportból, mert ekkora izomrost sérülések vannak szokodások. Szóval ez az erőfejlesztésről egyszerűen 9 év, vagy 7 év erről beszéljünk, és meg mindig egy zsákutcában vagyunk. Hajlékonyság nagyjából
alakul, viszont itt is van egy óriási probléma, SMR henger. Nem akarjunk nyújtani, nem megyünk masszörhöz, hengerezünk. Hengerezünk reggel, hengerezünk este, hengerezünk ezés előtt, hengerezünk ezés után, hengerezünk ezés közben, hengerezünk ezés helyett. Nem. Ez egy özlet alapon működő téves utca. Nem szabad odalépni. A henger, SMR henger technikák nem erre kitalálták, hogy helyettesítsünk masszázs. Nem erre kitalálták, hogy helyettesítsünk stretching, dinamikus nyújtás ezés előtt. A henger, ez egy olyan, mint a bosú. Ha túl fogjunk használni, rosszkor fogjunk használni. Ráadásul utánpótlás gyerekeknál megfogjunk megduplázni a sérülések. Aki iliotibiál bent, itt az oldali szövetek folyamatosan hengerezi, folyamatosan fogja jelezni tért fájdalmak. Mert az iliotibiál bentnek feszes kell lenni, nem hengereze. A felnőtt ember ezt csinálja, tök mindegy. De ha látom, lépek egy teremben, és 18 fokos teremben gyerekek ezen kezdenek a bemelegítés, akkor tudom, hogy baj lesz. És utána jön az edző, azt mondja, figyelj, 5 darab izomszakadás, vagy húzadás. Henger. Bocsánat, kicsit lépek, hogy ne veszítsem minden időt. Ez a mi célunk, ez a kosalabda alapja. Kreatinfoszfát, ATP kreatinfoszfát, a metabolikus háttér, anaerobik. Inkább hölgyek, inkább fiatalok, 10%, aerob állóképesség, 10% teljesítmény, 100% regeneráció. Azért kell fejlesztenünk kapillarizáció, azért kell fejlesztenünk tüdőkapacitás, szív megfelelő működése, hogy meg tudjunk gyorsan regenerálódni. Mi szuper 90 VO2 max paraméterből nem nyerünk semmit. Világszínvonalú legjobb játékosok 50-60 körülötte vannak. A élettányi könyvek, TF élettányi könyvek alapján ezek Monpark irodái dolgozok. 50 millimol per liter per kilogram VO2 max-szal játszanak világszínvonalon. Mert ez a paraméter nem erre vállal, hogy te jobb játékos legyen. Ez a paraméter azért fontos, hogy meg tudod gyorsan regenerálódni. De a kreatinfoszfát, ezek a gyors intervallum edzések, ezek fognak dominálni, muszáj, hogy domináljak. Igazándiból, ha akarjunk egy boncolni, bocsánat, hogy angolul, de nem volt már időm fordítani, meg se tudtam volna, idegen nyelv. A rövid sprintek, felugrások, a sportág specifikus mozgások, ezek a T-sáv zónák, ezek ilyen hosszú sprintek. Ez nem létezik kosalablában. 2 másodpercként történik a változás. Vagy falt, vagy irányváltás, vagy valami más feladat, időkérés, tök mindegy. Nincsenek ilyen 10 másodperces szakaszok kosalablában mostanában. Szóval ezek a területek, én szintén azt mondom, ki lehet venni. Meg lehet csinálni egy ilyen hosszú távú periodizált rendszerben, mondjuk egy fél éves időszak, amikor meg fogjunk jutni ilyen 6-7 millimol szintig, hogy a játékos jelezze nagyjából ez mit jelent, és hogy valami extrém eset jön, akkor rá lesz felkészítve. Viszont minden felkészülésnál, évente minden felkészülésnál ezen foglalkozni elképesztő nagy veszteség. És azt, amit mondtam, az oxigén, az aerob zónák, aerob szisztém, elképesztő fontos a regenerációra. Azt, amit szoktunk csinálni, visszajöttünk egy Euroliga mérkőzésre, és következő edzés regenerációs edzés. 30% intenzitáson, egyénileg bontva attól függ, kinek mit kell, és szépen bevezetett, aerob keresztül regenerált regenerációs edzés. Amerikai focisták, akik ez az egész kreatinfoszfát metabolizmus meg regeneráció legmagasabb szinten tartanak, ezek úgy dolgoznak, mivel mindenki 150 felett, hogy ez az edzés vízben végzik. Merülnek a vízben mondjuk derekáig, és csinálnak egy ilyen fitness edzés, sétálnak, ugranak, futóiskolán vízben. Az, hogy megpróbáljunk termentesíteni az izületek. Amikor nekünk van egy olyan játékos, aki
25 évesen akarjunk regenerálódni, viszont ott térd fáj, boká fáj, ezt kell műteni, azt kell műteni, akkor nekünk állóképesség munka másik formában kell, hogy keresünk. Ha nem megyünk úszni, vagy nem megyünk vízben dolgozni, akkor berakjunk egy evezőpádra vagy biciklire megfelelő beállítással, és ott tehermentesítsünk az izületek, viszont állóképesség munkát végzünk. Ez sokkal fontosabb, mint a 100% intenzitású edzés. És végül is, amit a tehetséges szempontból én szerintem kulcsfontosságú, hogy amikor a általános és speciális felkészülésre lépjünk, muszáj egyénileg bontani a csoportok, egyénileg kiválasztani a játékosok. Én meg nem találkoztam egy olyan csapattal, ahol 12 embernek ugyanez a program kellett adni. Ha már dolgoztunk 12 játékossal egyszer konditeremben, akkor is próbáltuk maximalizálni azt, hogy egy kicsinek teljesen más gyakorlat, más ismétlésszám, más súly, más kivitelezés legyen. Nem az van, hogy belépjünk konditeremben, ez már válogatott szinten is történt, 60 kiló ruddal, és az egyik Google 6-szor, másik 26-szor. Mert ez jó, nem, ez soha nem lesz jó. És ha edzésként működik, az meg csak azt mondom, hogy az edző nem ért hozzá. De ez tesztként valaki használja, az már sajnos bűn. Nagyon-nagyon fontos ez az egyéni elosztás, és ha tehetséges emberekről van szó, nélküle nem lehet más dolgozni. Akkor csináljunk azt, hogy bontsunk egy 3-4 csoportra, az első 3 ember jön 10-kor, következő jön 10:30, következő 11, következő 11:30. Persze nekem 2,5 óra munka, 30 perc helyett. De ez a 2,5 óra alatt én 3 emberrel egyszerre vagyok konditeremben. Akkor sem tudok tökéletesen mindenkire figyelni, de legalább, ha jön 3 mezőny, akkor ez a 3 mezőny minimálisan fogja hibázni. De ha 12-en vonulnak konditeremben, ez egy mission impossible. Nem fogjátok tudni ez a 12 ember kontrollálni. Az egyik kollégáknak javasolnám, csinálj ilyen, hát nekem nincs olyan időm. Akkor te mennyi dolgozol? Hát én jövök heti 2-szer edzésre. Akkor te nem vagy erőnléti edző. Ez bohózkodás. 24-7. Az erőnléti edző munka, ez egy 24-7. Hogy tudok tervezni a terhelést? Hogy tudok egyénileg szabni bármi program, amikor nem látom játékosok meccsen? Én is voltam ilyen okos tojás, addig nem kezdtem elutazni Jekaterinburgba, Kurszkba. És akkor, amikor Kurszkba visszajöttünk 3 éjszaka nélkül, olvas nélkül, akkor megértettem, miért pénteken nem tudnak futni. Azért, mert brutálisan vannak dehidrálva, mert mérkőzésből a busz meg a repülő, akkor már mínusz 3 liter folyadék, olvas nélkül, idegrendszer szétvon, hogy mondjam, boncolva, hogy akarjunk dolgozni. Akkor most kell keresnünk egy jó megoldást, amit ez a brutális rendszerből kilépés visszahozza őket rövid idő belül, legálisan természetesen. Illegális módszerek vannak. Az első megoldás, hogy meggyőzünk a főnök, hogy ne a legolcsóbb járatán megyünk. Ez nem működött. És végül is azt, amit említettem, 11 pitbull, 11 játékos, vérik, brutális anaerob erő alapú munkája, és folyamatosan rotáció, folyamatosan letámadás, folyamatos agresszivitás. Nincs más út. Nincs más út. Ami nekünk nagyon fontos, és ebből is rengeteg szoktunk hibázni, minőség versus mennyiség. Nagyon sokszor történik az, hogy 2,5 óra edzések. És megyek, felmérek, és már mondom, figyelj, ebből a 2,5 órából neked 70 perc volt effektív. 71. perctől túlterheltél a játékosok. Itt az eredmény. 70 percig teljesítmény volt 93-94% maxtól, 80. percnál te már 60-nál tartasz. Csodálkozol, hogy sérülések jönnek utolsó perceknál. Kiment a boka, kiment a térde. Minek terhelsz őkkel 2,5 óra?
Szeretne álló képesség dolgozni? Akkor ne okossa a lábra a kontaktezésen. Volt olyan edzőm, aki 2 órát, másodpercig, és utána fiúk állták, de az Zoli ott voltál szerintem, nem, akkor nem. Fiúk már oldalon állták, hogy akartak kezdeni bemelegítés, nem, utolsó másodpercig 5-5. És utána könyörögni kell, hogy fejezze be, mert egész csapat kukában fogod dobni. De neki 2 óra, az 2 óra. Az, hogy 60 perctől már duglik az egész csapat, és semmi nem megy, mert fáradtak, az nem érdekel. 2 óra kell csinálni. Akkor minek mérünk? Úgyis az lesz, amit tervezte. Ez nem létezik. Ki tervezi 3 éves makrociklusot? Melyik erőnléti ez? Basszus, mi van azon az egyre? Ügyetlen vagyok. Melyik erőnléti edző, melyik kosalábda edző 3 éves ciklus tervezik? Most belépek a klubhoz, itt van 15 éves tehetséges lányfiú, és akkor én fogom most tervezni 3 éves ciklus. Mit fogom csinálni első évben, mit fogom csinálni a második évben, és mit szeretném csinálni harmadik évben? Senki nem fogja ezt megcsinálni. Miért? Akkor milyen longitudinális munkáról beszéljünk? Én szeretném első évben dolgozni, visszaszerzünk a megfelelő testtartás, dolgozunk a rugalmasságra, visszaszerzünk a funkcionális mozgás alapok. Második évben fogjunk dolgozni az erő. Ez az jelenti, hogy felejtsd el 3 meccs hetente. Ez a 17 éves lánynak elsődleges cél erő. Nem mondom a neve, ránézem a Józsit, akkor mindenki tud, kiről van szó. Amikor könyörögni kellett egy játékos anyukája, hogy ne játszon a szombati mérkőzésen. Ne menje 2 hónapra nyarolni. Ne csináljan torna junior döntő előtt, amikor mi más terveztünk. 3 éves blokkot terveztünk, tartsunk ezt. És 3 év múlva, 3. év robbanékonyság, erő, gyorsaság, 3 év később jön a játékos, aki kész lesz NBA-be menni. Itt ül a mester, erre is készültem. Nem látszik ideális a képen. Ezt tudjátok, kiről van szó. Aki mestertől jött, kitűnő játékos. Nem a spanyol ezért csinált Betiból az NBA játékos. Ez volt a soproni utolsó év, amikor dolgoztam vele, és amikor kitűnő képzett játékos, rá tudtunk tenni meg az utolsó lépés, hogy legyen megfelelő erős. Hogy 1 év alatt gyorsaság, ezek a mérkőzések. Itt minden héten volt felmérve többször. Én csak pár vettem. Amikor 2 mérkőzés mellett, amikor edzések mellett, az volt a fő cél, hogy egy 94 kilóból legyen 99. 1 év alatt. Nem a meccs volt fontos. Mindenki anyázott, miért nem játszik 30 perc. Mindenki Lacit kérdezte, miért nem játszik többet. Azért, mert ez a cél. Azért, mert most tud NBA-be játszani. Azért, mert kiemelt játékos. Onnan jött. De ha nem tettünk volna rá ez az utolsó lépés, akkor hol lett volna most? És azért nem játszott 30 perc, mert fel kellett készíteni. Azért volt fontosabb pénteki erőnléti edzés, mint a kosalabda edzés. Azért volt fontosabb, hogy ezek a célok, amit terveztünk, erőfélesztés, meg tudjunk valósítani, hogy ő tudja egészségesen dominálni a pályán. Ezek bizonyítékok, nem lehet vitatni. Túloldalon kiemelt akadémia, tehetséges gyerek, ezek a mérések, amit itt csináljátok, és mit látszik? Azt látszik, hogy 1-2 év alatt ez a gyerek valami fejlődik, de itt volt 16 éves, itt van 18 évesen. Mit csinálnak vele, hogy 2 év alatt egy ismétlésből 4 ismétlésig tud jutni? Volt is 6-os. Miért? Pandémia. Nem kosarázott, sokkal jobban volt. 18 évesen 50 kilo, 70 kilo, 14 méter, 17. Hány méter kell dobni egy 18 éves srácnak 2 kiló labdával? Dobjátok számok, hogy legyen kis vízpotlás nekem.
25. Amikor én voltam 18 éves, nem én, a kollégáim az egész pályát dobálták. Volt egyik, aki eltörte a palánkat. És ő nem volt legjobb. 17 méter. Fáj a dereka, amikor dobja a medicinlabdát. Mit csinál vele erről néti ez a két éve? Hogy egy hátrafele medicinlabdát dobásnál megsérült. Kuriózum. A testnevelő tánára kitölnek, szerintem sírnak. Ha én testnevelő tánára lenne, biztos sírnám. Mert 20 év ezelőtt, múltkor csináltunk egy olyan teszt. Vittünk egy kosarások egy pályára, és volt kerítés, 120 centi. Szokásos. És azt mondtam nekik, srácok, feladat. Ráfutás, rá kell ugrani. És rám néztem, hülye vagy. Hogyan? Mondom, most veszek egy puská, beteszem egy só, amikor loptunk egy álma körte, akkor a bácsi mindig lőtte. Akkor most csináljunk ez a feladat. Esélytelen. Meg se próbálnak. Kötélmasszázs? Hoppa. Mondja nekem egyik, én nem vagyok tuzoltó. Nagyon szeretem ez az ember. Térjünk ez a social media, Instagramok, Twitterek, ott is vannak értelmes emberek. LA Lakers sok éve edzője, Aaron Leedy edzője, a Kobe Bryant időszakban is. És ezek a mondatok, amit ő teszi, én nagyon-nagyon szeretem, és mindig teszem őket. Szóval nem a Michael Boyle nekem az etalon, nekem olyan ember etalon, aki a pályán töltött több idő, világszínvonalú gyerekekkel. Meg kell értenünk azt, hogy sehova nem fogjunk eljutni, ha nem leszünk erősek. Ez nem az jelenti, hogy mindenkinek 120 kilóval kell guggolni, de ez az jelenti, hogy mindenkinek a saját képességek, saját genetikai, antropometriai, biológiai felépítések alapján optimalizálni kell az erő. 190 srác, akit felmértünk egy éven belül, egyik 190-ből 10 voltak ezen a szinten. És az a baj, ez mind 10-180 cm környék. A centerek, megmutattam volna nektek, hogy indulnak egy sprint 5 méteres, 20 méteres foltocellával, akkor fogtatok volna a fejünket. Polipok. 16-17 évesen. Nincs nekik esélye. Akcelerált most, 20 évesen, meg kell csinálni törvény, hogy ne, most nem U20-os, nem U23-os, 2 méter feletti mindig a pályán. Nem? Valami ilyen. Vagy balkezes. Mert ha nem, akkor nem fognak tudni játszani. Első, amit mondta professzor úr, genetika, anatómia, hipertrofia megfelelő szinten, nem testepítés, optimális terhelés, ami nem fogja befolyásolni a teljesítményt. Maximális erő, ez jól hangzik, sok edző felérti, ez nem az jelenti, hogy egy ismétlés, ez egy szubmaximális zónákról beszéljünk utánpótlásnál. Extrém esetében 25 éves játékosra ezt csinálni lehet, de nekem az a tapasztaltam Sopronból, amikor a Kayla McBride bejut a kondiból, és ilyen 140 kilóval guggolt szerjával, akkor fiúk mindig kimentek. Mert ők 60 kilóval guggoltak. És amikor a csaj 140, akkor azt mondják, szóval amikor végeztetek, visszajövünk. És ő azt csinált is, 3 óra mérkőzés előtt. Szóval volt nekem több játékosom, nem magyar, volt is magyar köztünk, bocsánat, aki 3 óra mérkőzés előtt csinált egy 25 perces erő-robbanékonyság edzés. Edző tépte a haja, az enyémet, biztos lesz jó, 32 perc a pályán, és megvertünk Burzs. Kicsit más keretele, mint mostan. Teljesítmény, és ez a teljesítmény, ami kreatin foszfát zónából bírni kell 40 perc mérkőzésen. Nem 40 perc a pályán, 40 perc mérkőzésen. Ha valaki nem érti, vagy nem akarja megérteni, mit jelenti erő-robbanékonyság, nincsen jobb példa. Sajnos már nem jel. John Alomu. 196 centi magas, 120 kilo. Ez volt a versenysúly. Egyetemen 10-8-11 körül futott 100 méteren. Valaki azt mondja, rögbi ezek ilyen mocik. Agility, felgyorsulás,
robbanékonyság, koordináció, rugalmasság, egyensúly, propriocepció, 120 kilóval. Felgyorsulás, irányváltás. Én nem azt mondom, hogy rögbélyezésen kell vinni kosarások. De ha valaki vitatkozik velem, miért fontos az erőn lét? Miért fontos az erőfélesztés? Miért fontos kombináció az erő és az agility? Nincsen jobb példa. Három ember ráfekszik, good morning, tudja irányváltani. Magas súlyponttal fent van, minimálisan süllyed a súlypont, elképesztő gyorsan váltja az irány. 120 kilóval, 190 centi magas. Na, megyünk tovább. Propriocepció, mert kifutottam az időből. Erről csak annyi. Ha maximalizáljunk, nem optimalizáljunk, akkor lesz Dwayne Wade. 30 évesen mozgássérült ember. Ha optimalizáljunk, nem maximalizáljunk, szóval mi a relatív erőről, relatív strengthről beszéljünk, felmérés alapján Tony Kukocsa is ezt csináltak. Addig pakoltak a súlyok tömeget, ameddig nem elérte optimális szint. Kicsit túlléptek, vissza. És beállították neki azt, hogy meddig kell pumpálni, meddig kell elérni a tömeget, erőt, hogy ez ne legyen negatív, negatíven nem befolyásolja az izületi például, ereje, szóval ne legyen folyamatos sérült. Ő is okos volt, amikor ideje volt, mennyi, 10 kilót, 8 kilót biztos lefogyott. Erőt, relatív erőt nem változott, sőt, brutálisan megfélesztette, viszont nagyon drasztikusan csökkentette a tömege, és csökkentette az izületi terhelés. Viszont, ha bárkit nézünk, akár ez a Steph Curry, brutális, egilis, robbanékony ember, neki 180 kiló deadlift, ez egy alap. Sérülés megelőzés, fizikális képesség, fejlesztés. Bemegyek bármelyik magyar klubhoz, 180 kg deadliftet, Keller Ákos múltkor kérdeztem, csak röhögött. Azt mondja, fekve nyomok, de deadliftet nem fogom csinálni 180-ra. Tehetség és nélkül is lehet elérni ez a szint. Szóval én ismerem a Gortát, a családot, apuká volt ökölvívó európai bajnok, nem tehetséges, viszont brutális erős. És 36 éves korig meg tudta játszani. De amit akartam, bocsánat mondani. Gyorsan megyek. Az a baj, annyi készítettem megint, hogy soha nem fogjunk odáig jutni. Propriocepció. Összekeverjünk az egyensúly és a propriocepció. Azt gondoljuk, hogy instabil talajon dolgozunk, ez segíteni fogja nekünk felkészíteni a játékosok, és megelőzni a sérülések. Nem. A játékos egészséges. A proprioceptív rendszer 5 különböző szenzor. Izom, in, szalag, izuletitok, porc. Ha ez a 5 szenzor, ilyen chip, tökéletesen működik, mert gyerekkorral ez a fiatal sporttól jó volt felkészítve. Ha 14-15 évesen ez a 5 proprioceptor tökéletesen működik, és én kezdem ezek a proprioceptorok újra terhelni, akkor én elképesztő nagy imbalansz fogom okozni. A különbség a propriocepció és egyensúly között nagyon egyszerű. A propriocepció ez egy olyan képesség, ami automatizált, ami 5 szenzor, kinesztetikai szenzor, biztosítja. Egyensúly, ez egy biomechanikai lánc felépítés. Hogy tudok összehangolni különböző test szegmensek? Kettő között van együttműködés, de ez nem ugyanez. Melyik a leghatékonyabb és a legeffektív egyensúly gyakorlat? Erőnléti edzők is biztos vannak, nem? Mondjátok egy példa. Könnyebb. Googleás.
Ha te veszed egy három ismétléses guggolás, garantálom neked, hogy két napra fogod érezni minden izom. És a legnagyobb fog fájni a has. Mert össze kellett stabilizálni a kor és a felső-alsó végtag. Nincsen világon jobb egyensúlygyakorlat, mint a guggolás. Proprioceptív tréning teljesen más funkciók szolgálja. 10-11 éves korig csináljunk, amit akarjunk. Bosú, togú, homok, trambulin, szivacs. Legtöbb inger. De ha 15 évesen ezen fogod dolgozni, ezek beprogramozott szenzorok tönkre teszed. Okozott imbalanszot, meg fog sérülni. Ha megsérült, akkor újra kell programozni. Kereszt szalag szokodás után újra kell ezek a bepotolt szövetek újra kell beintegrálni. Megvolt kereszt szalag szokodás? Csinálsz instabil talajonezés. Egészséges vagy. Stabilométeren megvizsgáltuk. Nincsen baj. Kezdesz csinálni instabil edzés, tönkreteszed a játékosok. Te fogod okozni sérülés, újon módszerel, amit gyógytornász azt mondja, megelőzi. Nem. Boka szalag szokodás. Ez a szalagnak nincsen funkciója. Van egy valami, de nem tart. Ráteszem instabil talajon végzett gyakorlatok, okozni fogom térdinstabilizáció. Szeretnél újra elérni a bokaszalag stabilizáció? Műtét. Műtét nélkül nem lehet ezt megcsinálni. Azért a válogatott játékosok műtét. Mert nyúlt, elszokott bokaszalag nem fog működni. Ráteszed meg proprioceptív inger, meg rosszabb lesz. Szóval nagyon fontos nekünk ezt tudni, hogy egyensúly semmi közel a propriocepcióhoz. Ezt csináljunk 10-11 éves korig. Rengeteg. Több inger, hatékonyabb a munka. Felnőtteknek? Persze, vettem ez a 60 ezer forintos bosú. 20 darab. Akkor nem fogom betenni a raktárba, mert főnök kinyírja. Akkor beteszem bemelegítésbe 3 perc. Egyébként tudjátok, mennyi a gyári ár a bosúnak? Szóval hány dollárról jön ki a gyárból a bosú? 5 dollár. Ez a 5 dolláros cucc, mi 60 ezer forintért veszünk. Ki az okos? Felkészülés, az nem rehabilitáció. Nem vagy egészséges, akkor neked nincs felkészülés. Hogy okoz felkészíteni versenyre játékos, aki sérült? Ha nincs egy kerék, vagy a futamú nem működik, hogy fogja menni a motor? Ki kell venned terhelésből, meg kell javítanod, és újra be kell rakni versenyre. Tudom, hogy a felnőtteknál ez nem így működik. Nálunk is hoztak egy játékos, felszakad, aki lesz. Én megmondom főnöknek, mikor fog elszakadni. 2 napra hibáztam. Csak ez a 2 nap volt, új license határidő után, ez a késő volt. Ha veszünk egy sérülés felnőtt játékos, ő is benne van, ez a rizika. De ha az utánpótlás gyereken jön hozzám, akinek van ugrotér szindrómája, van egy porc leválás, van egy izomhúzódás, és azt mondja nekem apuka, anyuka, figyelj, szerda van, próbálj valamit kitalálni, mert neked annyi eszköz van, mert szombaton van serdülő bajnoki meccs. Mondom, öregem, itt az ajtó. Ha te elfogadod, hogy edző így gondolkozik, az már baj. De ha te erőltetni fogod, hogy tönkre teszed a saját gyereket serdülő meccs miatt, nincs miről beszélni. És ez nem egy példa. Nekünk hosszú távon kell nevelni az emberek. Nekünk az a visszajelzés, amikor 40 évesen jön a Pista, és azt mondja nekem, edzőbá, amit te tettél velem 10-től 20-ig, ez nekem nagyon jó volt. Mert annyi pénzt tudtam szerezni, hogy most megyünk kocsmázni. Így kell gondolkoznunk. És nekünk azért folyamatos szív meg a fájás van, mert mi 7 éve akarjunk ezt elérni, de sajnos per pillanat nem vagyunk nagyon sikeresek. Köszönöm szépen!